Egy budapesti nézőnk, Mócsi László levélben hívta fel arra figyelmünket, hogy Csömör községben nem csak egykor régen, hanem ma is a hagyományokhoz híven ünneplik úrnapját. Kiderült, hogy levélírónk nem tévedett. Csütörtökön reggel 5 órakor mennek autókkal a tisza-szegi határba kutyatejé. A délutánig szedik, akkor hazajönnek, széthordják a faluba, ahol végig megy az út. Pénteken reggel 2 órakor megyünk a budaörsi nagypiacra, virágpiacra. Ott veszik meg a 4 sátorhoz való szegfűket. És a kiskoszorúkhoz való szegfű virágokat azt a hívek hozzák össze, hordják össze. És szombaton délután 2 órától este 10-ig fonjuk a kis koszorúkat, ami a kápolnákba megy. Hát olyan 500-550 koszorút fontunk most is kicsit. Nyolcvanas évektől csinálják, csak nem ilyen pompával, akkor még csak mezei virágot szedtek. De most már, hát ugye ott a kertekből a szirmokat összeszedik, és rózsákat összeszedik, amit tetszik látni. Úgyhogy, hát most már olyan 30 éve, ahogy ilyen nagyon szép az úrnapi körmenet, meg a virágszőnyeg.